Tájékoztató napot tartottak azon civil szervezetek képviselőinek, akik jogosultak lehetnek a 2014 és 2020 közötti időszakban megvalósuló, határon átnyúló együttműködési program támogatására. Az érdeklődők a csomag ismertetésén túl gyakorlati tanácsokat is kaphattak a program harmadik pályázati felhívásával kapcsolatos űrlap kitöltésére és a költségvetés összeállítására. Emellett lehetőségük nyílt a már előkészítés alatt álló pályázatokkal kapcsolatban felmerült kérdések megvitatására is. Tehát jelen határon átnyúló együttműködési program célja Kárpátalja, ivano Frankivsk és Csernyivci megyék, valamint a tagállamok támogatása jogosult területei közötti együttműködésnek az elősegítése. A programterület kiegészült a jelen pályázati kírás keretében Szlovákia részéről még két várossal, Besztercebányával és Zújom városokkal. A négy ország közös döntéshozó bizottságot állít fel, ez dönti el, hogy milyen célterületre, milyen összegben pályázhatnak a nonprofit szervezetek a határtérségből. A teljes együttműködése több mint 80 millió eurós keretel rendelkezésre, a pályázó projekteknek illeszkedniük kell valamelyik tematikus célkitűzéshez. Ez lehet a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése, a környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak enyhítése, vagy a Közös kihívások a biztonság területén, de célkitűzés a térségek megközelíthetőségének javítása, fenntartható és időjárás álló közlekedési és kommunikációs hálózatok és rendszerek kialakítása is.